Sziasztok! Fanny Boy vagyok, és a mai napon egy különleges húsvéti alkalommal szeretnék nektek bemutatni egy számomra nagyon kedves kis lejátszót. Az életem első lejátszói közé tartozott, amit szerelgettem. Ez a Pioneer-nak az 500S, a kicsi 500-as típusú lejátszója. Szeretnék egy pár szót elmondani róla, így nagy vonalakban, hogy nem tudom, mit tud ez a kis készülék, hogyha valakinek nem lenne így ismerős az első ránézésre, vagy még nem találkozott vele. Utána pedig egy picit beletekintünk, megnézzük, hogy hogyan működik a mechanikája. Igazából ezen a készüléken elsősorban fejcsere, ami szükséges, illetve egy pár mikrokapcsolónak a cseréje. Mivel elég kicsi a készülék maga, elég nehéz összességében szervizelni, tehát jóval könnyebb mondjuk egy 100-as lejátszót, amit tényleg kétten nyitod, aztán egyik része, másik része. Itt azért van egy ilyen betöltő mechanikánk, be is kapcsolunk, tehát egy elég érdekes betöltő mechanikánk van ezen a készüléken, amikor így bele lehet rakni, hogy a CD-t fölülről töltős mechanikának hívják ezt. Így hát azért elég sok rákfenéje lehet ennek. Így nagy vonalakban akkor ennyi. Egyelőre a nyúlfület leveszem, mert egy nagyon picit szorít, de ettől függetlenül remélem, hogy tetszett mindenkinek. Köszönjük a kellékesnek. Illetve ott egy hűtársam, Teodor. Ő most végignézi az egész szerelést, és itt a tojások segítenek nekünk. Nos tehát. Igazából, mi mondtam, ez egy felülőtöltős lejátszó. Összességében, ami elsősorban szokott most már, hát 96, 97, 98-as lejátszók ezek a régi logósak. Én úgy tudom, 2000 környékén pedig már jöttek az új logósok. Ő egy 97-es lejátszó, tehát lassan azért 20 éve dolgozik, vagy működik, 20 éve lejött a szalagról. Az első és leggyakoribb problémája ezeknek maga a betöltő mechanikának az, hogy nem nyitja ki a felső ajtót, általában egy ilyen 9-esre kezdődő hibát szokott dobni rá, tehát mechanikai időtúlfutás, vagy valami ilyesmi van az angol nyelvű leírásában. Ilyenkor nem tudja egyszerűen kinyitni a felső kis ajtót, ez lehet azért, mert ezek a kis fémfülek már kicsit lötyögnek, mint ebben az esetben is, ezt majd meg kell szerelnünk. Illetve van belül egy 20 forintos, körülbelül egy 20 forintos méretű gumi, egy ilyen kis ékszi jellegű dolog. Hogyha az megnyúlik, akkor egyszerűen már nem képes kinyitni ezt az árszerkezetet, de ezt mindjárt majd belül megmutatom. Egy dolgot, meg egy kis okosságot szeretnék megmutatni, hogy egy ilyen lejátszót valaki csak hirtelen szervizelni szeretne. Olyan szempontból, hogy megtisztítjuk a lézerfejét, vagy esetleg megnézzük, hogy egyáltalán van-e benne fej, vagy nem tudom. Tehát magát a fejet elő lehet belőle csalogatni úgy, hogyha egy kis csavarhúzóval az érzékelő kis pöckét, ezt megfogjuk, és utána egyszerre kikapcsoljuk ezt a készüléket ebben az állásában. Így akkor egész jól lehet látni azt, hogy itt van benne a mechanika, amit fölhúz, illetve hogyha bekapcsolom és érzékelő, hogy nyitva van az ajtó, akkor természetesen visszacsukja a kis ajtaját. Még egyszer, hogyha megnézzük a kis pöcköt, akkor ugyanúgy elő lehet idézni ezt a dolgot, és ha időben kikapcsolod, akkor meg lehet tisztítani esetleg a fejet, vagy ilyesmi. Amit én javasolok, hogy zárt állapotban lenne érdemes szétszedni a készüléket, tehát nem zárt, illetve nyitott, a felső ajtó nyitott állapotában érdemes szétszedni, mert akkor van zárt állapotban a mechanika, és később megmutatom, hogy miért fontos ez. Tehát ilyen állapotban kikapcsoljuk a készüléket. Én javaslom azt is, hogy áramtalanítsátok. És ezután egy nagyon picit meg kell emelni, várja egy pillanat persze, tehát 4 darab csavar van benne, csak hát ismét előre dolgoztam. Így hát 4 darab kis csavart kell eltávolítani az aljáról. A 4 sarkába teljesen egyszerű, ennek a hátulján sincs semmi, csak egy kis illesztő pöcök, semmi más. Jó. Tehát, hogyha ezt a 4 csavart eltávolítjátok, akkor igazából finom mozdulatokkal ennek a készülékháznak az alsó részről le kell jönnie. Ezek után már visszacsukhatjátok az ajtót. Letesszük, Teodort odébb rakjuk, és így elénk felül ez a csoda, ez a kis japán szerkezet, egy tömör gyönyör. Amiért mondtam, ugye most szemügyre lehet venni külön a felső részét ennek a készüléknek, tehát a vezérlőpanelt, illetve az alsó részét, a betöltő mechanikát, meg a, hát magát az olvasó részt, illetve a tápegység is. Mondom, tehát nagyon kicsi részen van, itt is látunk egy kis elcsúszást, ez is elég gyakori. Nagyon pici helyre megvan oldva egy kis táprész, a mechanikai rész, itt a betöltő, mondom, nagyon-nagyon átgondolt és jó kis készülék, csak mechanikai szempontból, hogyha esetleg egy ilyen kis rugós lábat ki kell cserélni, azért az tud szivatni. Na, amiért nyitott állapotba kellett hagyni a lejátszót és úgy kikapcsolni, azért, mivel hogyha zárt állapotban lenne ez a
készülék, akkor itt lévő csavart, ezt nem tudjuk hirtelen eltávolítani. Kicsit megkavarodik az agya, hogy a zárt állapotban lehet kikapcsolva, és nyitva van mégis a belseje, kicsit tud ilyen interferenciát okozni. Nos, így hát a négy darab csavart, hogyha leszedjük, erről a betöltő tárcás mechanikáról, én nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát ez a CD-s zárszerkezet, vagy hogy mondjam. Azt a négyet, hát, ha megfogjuk, akkor itt az oldalán megfogjuk mind a kettő részt, és így egyben lehet távolítani róla. Így. Ez egy ilyen csúszós rész, tehát ez védi igazából a lézerfejet attól, hogy esetleg beporosodjon. Tehát ezekben a lejátszókban tényleg nagyon jó a korvédelem, azt kell, hogy mondjam. Tehát összességében olyan kosz, aminek nem illene belemenni, ilyen normál használat mellett ez nem is szokott előfordulni benne. Na most, lézerfej cseréhez egy elektrosztatikus kisüléssel szemben, vagy elleni védelem gyanánt, én szoktam ilyen célra felhasználandó kesztyűt, illetve sarokpántot alkalmazni. Ez felhasználás kérdése, illetve hogy mennyire vagytok hobbisták. Én ezt javasolom, ugye védeni kell az elektronikus alkatrészeket azzal szemben, hogy mi a kis saját kezünkkel kisüssük ezeket. Ebbe is végülis egy lézerdióda van, tehát egy elég finom alkatrész. Amit szerettem volna mutatni, tehát ez a gyári fejük, a DWY1067, ezeket lehetett igazából akkoriban beszerezni, utángyártva, tehát valamilyen szinten más karakterisztikára is mondják, nagyon sokan van egy-két ilyen teszt is róla, de az a baj, hogy manapság tényleg csak utángyártottat, vagy egész gagyi minőséget lehet beszerezni, hogyha tudunk normál alapotot utángyártottat szerezni, javasolom, hogy ez legyen, amit beleszerelünk. Jelen esetben én viszont a 100-asban is megtalálható 1069-essel dolgozom, nagyon pici utánaállítást és kalibrálást ez természetesen igényel, de ettől függetlenül üzemképes így is a lejátszó. Nekem van egy otthon, ami körülbelül 5 éve újítottam fel, és azóta egész normálisan működik, tehát összességében időtálló is ez a megoldás. Habár nem gyári, ezt el kell mondani. A másik része, amit előzőekben említettem, az a kis gumigyűrű, egy égszí, ami segítségével kinyitja nekünk a felső szerkezetet a lejátszó, az ő. Ez az égszí az, ami felelős azért, hogy kinyissa a lejátszó a felső panelrészt, illetve ő mozgatja összességében, ezzel egyidejűleg, a mechanikát is. Így emeli föl, és ennek megfelelően, amikor engedi le, van itt egy nyitószerkezet, amit átbillent, és ha erre nem képes, mert meg van nyúlva a gyűrű, akkor például zárva marad a kis lejátszónk. Nos, a felső részt egy nagyon picit még áttekinthetnénk, mert összességében még egy pillanatra visszajönnék ide. Ami még lényeges, a lézerfej cserélnél összességében van természetesen 4 darab lefogatottságunk és 2 tengelyünk, ugyanúgy, mint a 100-asnál. Ebben az esetben bőven elegendő, hogyha csak az egyik oldal van megnyitva, a másik, hiszen az már csak így csúszik ezen a tengelyen, illetve a kiszalagkábelt ezt érdemes lehet kicserélni. Természetesen utána kalibrálni kell, leírásának megfelelően, de összességében ez egy olyan lejátszónál, ami még nem volt kokkányolva, nem nyúlt bele 73 darab idegen légiós, akkor nincsen semmi probléma vele, tehát ez egész jól megoldható. Na, a felső rész, ez egy kicsit ügyesebb, mivel az ajtóban lévő mechanikát, tehát itt a két darab Q-t, a reloopot és a jognak az érzékelőjét, egy kicsi szalagkábellel vezették át, ami a felső panel, és a felső panelt és a nyitható ajtót köti összességében. A nyák része, ez egy ilyen U-alakot képez, de külön lehet kiszedni a sebességszabályzó potmétert és a felső panelt is. Amit fontos megemlíteni, hogyha szeretnénk esetleg mikrokapcsolót cserélni, vagy akármi más problémánk van ezzel a panellel, nagyon óvatosan kell eljárnunk, mivel ez a része itt elég törékeny, tehát itt ilyennel is találkoztam, ahogy esetleg ezt eltörték, illetve a szalagkábelt nagyon óvatosan kell eltávolítani, én általában egy alá szoktam nyúlni, mindkét oldalról megfeszíteni, tehát az lenne a lényege, hogy összességében tehát ugyanazzal az erővel húzzuk mind a két oldalát. Tehát például egy csavarhúzós alányúlásra lesz meg lehet oldani, mivel olyan kis érzékeny ez a szalagkábel, és nem egy ilyen nagyon sokszor bontható dolog ez a fajta.
így hát érdemes mind a két oldalát ugyanakkor erővel húzni, és akkor semmi problémák nem lesz vele. Így összességében már a felső panel az eltávolítható. Annyi, hogy van még kettő darab festelési pontunk. Ami itt a kis pöcökhöz tartozik. Nagyon gyakori az, hogy például valaki szétszedi ezt a lejátszót, és utána képtelen arra, hogy ezt a kettő földelést ezt visszakösse, és egyszerűen össze is leszek közben. Igen. Tehát, hogy ezt a kettő földelést nem kötjük össze, vagy vissza a helyére, akkor azt tud egy kis galibát okozni. Esetleg nem úgy érzékelnek a mikrokapcsolók, vagy nem azt érzékeli, amit lenyomunk, tehát egy-két dolog lehet benne. Na, van még egy darab hatalmas szalagkábelünk, ami felső és alsó panelt köti össze. Ebben én azt javaslom, hogy ne az alsót távolítsuk el, mert az elég nagy szívás visszatenni. Én egyszer már megpróbáltam, de egy csodás fél óra volt azt visszarakni oda. Én azt javaslom, hogy a felső panelből kell eltávolítani ezt a szalagkábelt. Elég egyszerű is mondom. Itt is törekedjünk arra, hogy ne oldalasan tépjük ki belőle, hanem ilyen nagyjából középpontosan húzzuk ki. Összességében, hogyha a lejátszóból az összes csavart eltávolítjuk, nem úgy, mint én, akkor ezt egész könnyen ki is lehet most már minden a helyéről szedni. Annyit, amit látunk, hogy kettő darab szalagkábelünk még van, vagy igazából kettő darab csatlakozó ez. Ez a nyitó mechanikának az érzékelője, hogy zárt vagy nyitott állapotban vagyunk-e. Ez itt található. Tehát nem mutatom fölülről nézetből. Illetve ha kifordítjuk, akkor itt van maga a sebességpotméterünknek a szalagkábele, amivel csatlakozik a felső panelhez. Látjuk, hogy tényleg nagyon helytakarékosan van ez megoldva. És összességében, tehát 90-es évek végéhez képest, ne haragudjatok, ez egy marha jó találmány. Tehát ilyet azért akkoriban megtervezni és kivitelezni, úgyhogy ez 20-25 évig jó legyen, hibátlan. Na, láthatjuk, egy kicsit régebbi kis panelről van szó. Régebbi fajta mikrokapcsolókkal is, de ettől függetlenül a modern Pioneer mikrokapcsolók, vagy akár igazából egy másik alfa kapcsoló is megoldható, hogy ezt kicseréljük, de én a 200-asnak a mikrokapcsolóival fogom azokat a kapcsolókat kicserélni, amik már azért nem mai darabok, de amint látjuk, gyári, kivéve a Play az egy forrasztott kapcsoló, az biztos, ez még gyári, azért kettő között van egy kis különbség, észre lehet venni, de ez egy egész szép forrasztás volt itt. Igazából ennyi. Ami még jellemző, ugyanúgy a gombtörések, itt lehet ugye akkor hozzáférni a gombokhoz, és így lehet majd eltakarítani az egész felső panelt. Egy darab dolog lenne még, amit megemlítenék, az pedig lenne az a betöltő mechanikája ennek a készüléknek. Mivel ez úgy működik, hogy alulról jön ez a kis fehér pöcök, őt elhúzza az alsóház, és ezzel egyidejűleg ő kinyit egy kis ajtót, ami egy zárszerkezetet hoz működésbe. Nos, hogyha valamelyik csavar innen a kettő közül esetleg kiesik, vagy meglöttyen, és mint most is látni, azért ez is így lötyög, tehát ezen mindenképpen stabilitást kell javítani. Sajnos néha már csak a ragasztás segít ezen, mert valaki már túltépte, vagy meghúzta, vagy egyszerűen úgy kizazult, hogy nem lehet már fixen helyre tehát megszorítani. Akkor sajnos már csak a ragasztás segít rajta. És ez is szokott galibát okozni, mert megáll félállásban, megakad, nem tudja kinyitni abban az állásában. Tehát meg kell próbálni helyreigazítani és fixálni azon a helyen, ahol ez szükséges. Összességében ezek után olyan problémával én még nem találkoztam. Például, hogy a felső panelen ez a kettő mikrokapcsoló behalt volna. Tehát jó párat láttam már, de egy darabról nem volt még ilyen panasz. Egyet fontos még megemlítenem, tehát ebben a készülékben nem a 100-asnak megfelelő jog jeladó van, mondjuk így, tehát nem a sebesség jeladója, ami a jog tárcsához tartozik. Az összességében nem egy potméterre csatlakozik, hanem egy ilyen hal, ilyen kapus szenzorral van megoldva, tehát összességében ez azt akarom mondani, hogy ez a jó életben nem fog elkopni, maximum poros lesz, ami megint szerintem az esetek 10%-ában előfordul, tehát én kettő darab ilyennel találkoztam, hogy esetleg azt meg kellett takarítani, és utána ugyanolyan pontos volt, tehát összességében ezt majdnem, hogy az örök életnek gyártották. Amit láthatatok az,
vagy a zsoktárcsa hogy van felfogatva. Van kettő darab kis fehér műanyag pallérom, mondjuk így, ami közébe van rakva egy kis rugó, ez feszíti elő ezt a zsoktárcsát, és ha ezt a kettőt én már leszettem, de visszateszem a fényre, akkor láthatóvá válik az, hogy itt van egy golyós csapágyas kis rendszer magának a zsoktárcsának, és ott látható maga a kis szenzor, amihez a tüskék, hogyha hozzáérnek, vagy áthaladnak előtte, akkor érzékeli a készülékünk. Nagyjából úgy, mint az egereknél, számítógépes egereknél régen, hogy melyik irányba mozdulunk el. És ez nagyon pontos, és tényleg összességében elnyűhetetlen. Ha végzek ezzel a kis készülékkel, akkor még egy ilyen, nem tudom, egy áttekintést azért nézünk róla, hogy mit kell tudni egy olyan lejátszónak, ami esetleg jól működik, esetleg megnézzük azt, hogy mit kell tudnia, milyen CD-ket érdemes még beolvastatni vele, és milyeneket már nem. És mondom azért, hát ezzel még van egy kis dolog, le kell pucolni, megnézem az összes létező forrasztás, mechanikai részeket át kell tenni. Aztán utána remélhetőleg még egy 10-15 évet kiszolgál a gazdájánál. Én egyelőre köszönöm szépen a figyelmet. Második részt azt szerintem a napokban lefogadjuk, és mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Minden jót, sziasztok! Ez egy börtön, amiben én is töltöm az életemet, de már az idő a félelmeim méretemet, ezt a lélekbe tette. Üdvözöllek a földön, ahol önmagad kell legyőznöd, mindenki más így, más a zárka. Van, aki mindig nyitott szemekkel vártam már, ahogy majd rátalál a kulcsra, de az nem lett megállt a lába, időt kártya vára. Bárhogy szeretnél, te is nem szabad úsz, amíg magad rabja vagy, hidd el, hogy te vagy a túsz. És a merénylő egyben, te ne légy töketlen, tudod egyikből többnek sem jó a döntetlen. Neked főleg nem, ha levetkőztetted, a félelmeid az álmok már le nem győzhetnek. Felnevet könnyebben az éned, a szemed könnyekben, az örömtől a léted a levegőt vette. A szabad fuvallatét, a tükörben az a kép, ami utat mutatna még a hagyod. Nem te leszel a rabja, nem ő lesz a te rabod, és odafent a napod, majd mindig is rád ragyog. Ezt üzeni nektek, egy volt börtön lakó. Nekem mindegy, hogy mit tart a négy fal között. Én mindig azon leszek, hogy majd kiköltözök. A lelkem elé tárom, a rácsokat kivágom. Legyen jövő bármi áron, de mindig lesz valami, amiben börtönöz.